minden csupa nejlon volt, meg csupa szemét, és belém akadtak, alig bírtam ide repülni. Egy kedves Katica érkezett a Ne felejts tagovoda udvarára, aki üzenetet hozott Baltazártól, a szarvasbogártól. A bogárét ugyanis az emberek által eldobott szeméttől elpusztult, és a gyerekek segítségét kéri, hogy hozzák helyre. A Katica is alig jutott el az ovisokhoz, mert elakadt a sok hulladékban. A kicsiknek ahhoz, hogy eljussanak a rétre, meg kellett ismerkedniük a bogarakkal, és feladatokat kellett teljesíteniük. Sasvári Zoltán és csapata ilyen játékos módon ismerteti meg a talajlakó bogarakat a legkisebbekkel, miközben az országot járja. Én nem azt mondom, hogy minden bogarat, minden rovart, ízeltlábút most szeressünk meg, és simogassuk meg a szúnyogot is, hanem az, hogy jöjjünk rá arra az összefüggésre, és ők ezt nagyon könnyen rájönnek egyébként, nehogy azt gondoljuk, hogy ők ezt nem értik, hogyha van egy rendszer, és abból kiveszünk valamit, akkor a végén mi meg fogunk sérülni. Tehát az egész ökoszisztémának a működését próbáljuk itt kicsit bemutatni a rovarok segítségéből, az alapoktól természetesen, és úgy, hogy ezt játékos formában teszük. A gyerkőcök nagy lelkesedéssel vettek részt a játékban, de mint az intézmény vezetője mondja, nem az első ilyen jellegű programot szervezik meg itt. Örökös zöld óvoda lévén nagy hangsúlyt fordítanak a környezet tudatosságra. A talaj az egy kifejezetten széles és nagyon jó anyaga gyerekek számára, mivel ők nagyon szeretnek sarazni, turkálni a földet, a giliszták, tehát szerintem ez már régebben is így volt, hogy ezt a gyerekek nagyon élvezték, inkább a fiúk természetesebben, és ezért ezt az érzékenyítést most még szélesebb körben, tehát több oldalról is támogatjuk, és ezért nagyon nagy segítségünkre volt a Gaja Környezetvédelmi Egyesület, akiknek a kapcsolatrendszerével a partnereink bővültek. A csütörtöki programon részt vett a városrész önkormányzati képviselője is, aki hangsúlyozta, fontos, hogy a kicsik minél hamarabb megtanulják, hogy meg kell lóvni a földet. Nagyon fontos, mert amilyen gyorsan romlik a földnek az állapota, nagyon a gyerekek, akik tudják egyáltalán visszafordítani ezt a folyamatot, és azért is fontos ez a dolog, hogy egy kicsit meg is mutassák magukat, hogy is tudnak ők igazából a környezetet, a természetet védni. Az ovisok megismerték többek között Julikát, a csótányt és Fülöpöt, a levélutánzó sáskát, végül pedig a feladatok megoldásával és néhány varázsige segítségével eljutottak bogárrétre. Itt szorgosan trágyáztak és elvégeztek minden munkát azért, hogy sikerüljön megmenteniük a földet.